A kalkuttai Szent Teréz hittanverseny résztvevőit Gasperné Tilman Edina igazgató köszöntötte, majd kalkuttai Szent Teréz az iskola védőszentje jó cselekedeteiről és humanitárius tevékenységéről emlékezett meg. Szarvas Péter, római katolikus plébános pedig a szenttel való találkozás élményeit elevenítette fel a gyerekeknek, majd ezt követően közösen énekeltek a verseny résztvevői. A közös ének után a tanulók tudásuknak megfelelően oldották meg a pedagógusok által összeállított játékos feladatokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2 év kihagyás után újra megszervezhettük azt a kalkuttai Szent Teréz hittanversenyt, amit a 2017-18-as tanévben védőszentünk választásakor hívtunk életre. 2 év kihagyás után nagy öröm volt újra látni, hogy az aulát versenyző csapatok töltötték be, és felkészültek. A központi téma az mindig kalkuttai Szent Teréz élete és szolgálata, akinek a szeméből a jóság és a szeretet árad, akiről tudjuk, hogy rendíthetetlenül hitt abban, hogy jobb helyé lehet tenni a világot. Ugye ma is több millió követője van, és itt az iskolában mi is arra törekszünk, hogy a gyerekek felé azt az értékrendet közvetítsük, ami alapján, ami mentén ő az életét élte. Ez a hittanverseny 2 fordulós, összesen 7 4-fős csapat mérte össze a tudását. Az első fordulóban elméleti tudás alapú, de játékos feladatok megoldására került sor, majd utána egy kicsi frissülés után pedig még játékosabb feladatok következtek különböző helyszíneken, nem csak az iskolában, a kápolnában, az iskolai könyvtárban, hanem igyekeztünk megismertetni velük az iskola közvetlen környezetét és a várkertet, a várat, ott a könyvtárat, a képeslap múzeumot, és örömmel látogattak el a gyerekek oda. Itt a Kisboldogasszony templom is az egyik helyszín volt a feladatok megoldásában, és a 2 fordulós verseny feladataira kapott pontok szolgáltak arra, hogy a végén összesítés után megtudtuk, hogy ki az, aki a kalkuttai Szent Teréz vándordíjat 1 évre birtokolhatja, és az iskolájába hazaviheti. Nagy örömömre szolgált az, hogy az Egyházmegyei Katekhetikai Konzultációs Iroda munkatársai, a Csó Edit itt lehetett közöttünk. Nagyon örülök annak, hogy Szarvas Péter atya is velünk töltötte a napot, illetve a Sike Istvánné Marika, egykori hitoktatója iskolánknak visszajött, és segítségünkre volt a munkájával. Nagyon nagy hálával tartozom a kollégáimnak, akik újfent arról tettek tanúbizonyságot, hogy mi összetartozunk, és egy jó csapat vagyunk, és hogyha van egy közös célunk, akkor törekszünk arra, hogy azt maximálisan mindenki megelégedésére valósítsuk meg, hiszen az iskolában dolgozó minden hitoktató azon dolgozott az elmúlt hetekben, hogy ezt a napot még szebbé varázsolják a gyerekek számára. A kalkuttai Szent Teréz vándordíjat ez alkalommal a sárospataki Szent Erzsébet általános iskola diákjai érdemelték ki, azonban minden gyermek ajándékkal és lelki feltöltődéssel indult haza a Bolyai János katolikus általános iskola által szervezett kalkuttai Szent Teréz nevével fémjelzett hittanversenyről.